Egyre gyakoribb, hogy az első tanítási napon rendezik meg az oktatási intézményekben a tanévnyitó ünnepségeket, nem pedig előtte. Ez a tendencia figyelhető meg Kalocsán és a környéken is. A belvárosi tagiskolában már korra reggel elkezdtek gyülekezni a diákok. Leginkább persze az elsősök és szüleik voltak izgatottak, hiszen az ő életükben valami új kezdődik. Talán számolgatták is a nyári szünetben a napokat, hányat kell még aludni, hogy a korábban megvásárolt táska, tartó füzet, szeruza, tornacipő és egyéb felszerelés eljusson az iskolába. A diákoknak összesen 180, a szakgimnáziumokban 178, a gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakiskolákban 179 napig kell iskolába járniuk kivéve a végzősöknek. A középfokú iskolákban számukra az utolsó tanítási nap 2020. április 30-án csütörtökön lesz. Az első tanítási napon a diákok készhez kapják az új órarendjüket. Természetesen az első hetekben ebben még történhet változás. A tartós tankönyveket is ezen a héten vehetik fel az intézményben a tanulók. Új pedagógusok is kerülhetnek egy-egy tantestületbe. A következő néhány napban a nyári élményekről, a rég nem látott barátokról szól minden. Majd jönnek a dolgoztorgos iskolai hétköznapok.